Az Európai Bizottsághoz fordul a Greenpeace az almás füzítői hetes vörösiszap tározóban folyó hulladéklerakás miatt. A környezetvédők szerint európai jogszabályokat sért a Tatai ZRT engedélye. Ez alapján ugyanis, mint mondják, évente 132 ezer tonna veszélyes hulladékot is hordhat a cég a tározóra. A Greenpeace szerint ráadásul a nem megfelelően szigetelt tározóból szennyezés szivárog a talajvízbe és veszélyezteti a Dunát is. A Tatai ZRT vezetője viszont azt mondta híradónknak, hogy a tevékenységük biztonságos és ellenőrzött, a talajvíz szennyezés pedig jelentősen csökkent. Az almás fűzítői Tímföldgyár vörösiszap tározói az egyik közvetlenül a Duna mellett van, így környezetvédők szerint pont emiatt veszélyes. A Greenpeace ráadásul most azt mondja, hogy európai jogszabályokat sért a kazettákat kezelő cég engedélye. A tározó nem megfelelően szigetelt, abból kijutnak a szennyezők a talajvízbe, illetve saját méréseink során azt láttuk, hogy a Duna part is szennyezett, a Duna partjára is kijutnak a szennyezők, ezt akkreditáltan kimértük, azt láttuk, hogy például az arzén koncentráció határértéknek a 15-20-szorosa volt. Halálfej a hordón, a maszkos Greenpeace aktivisták délelőtt az Unió budapesti irodája előtt mutatták meg az almás fűzítői úgynevezett ipari komposztot is. A táblákon pedig azt hirdették, hogy elég a méregkeverésből. Európai jogsértési eljárás megindítását kezdeményezték a tározókban folyó hulladéklerakás miatt. Az erről szóló petíciót és a szakértőik által beszerzett információkat a képviselet egyik munkatársának adták át. A cég vezetője szerint viszont ez egy jogi abszurd, mivel céget vagy objektumot nem lehet feljelenteni az uniónál. Hogy meggyőzze a kételkedőket, savból és lukból kevert sós vizet ivott az újságírók előtt. Sós víz. És még mindig élek. Az igazgató szerint ők minden szabályt betartottak, és az engedélyeik is rendben vannak. Tevékenységünk biztonságos, ellenőrzött, az eredmények mindenkit megnyugtathatnak. A kiporzás határérték alá csökkent régen, a talajvízszennyezés, amit még a Tímföldgyár okozott, jelentősen csökkent. A budapesti uniós iroda képviselőinek ők is adtak valamit. Például az ellenőrzési és vizsgálati jegyzőkönyveket is csatolták. Egyúttal meghívták a bizottságot, hogy személyesen ellenőrizzék a szabályok betartását.